Mindenki, aki szereti a kolbász közönsége a kisusomnak, hát ez az elemi beteg gondolat honnan érkezett? Nem, én nekem egyszerűen azt gondolom, hogy a kolbász az egy veszőparipám, és kolbász mindenkinek, mert ebben igenis sokkal több van, mint amit ma kihoznak belőle bárhol. Meg fogjátok látni, hogy nem csak a környezet beszél önmagáért, hanem teljes mértékben szerintem a termék is önmagáért beszél. Most gyorsan be is kértem egy banh mit, ami egy vietnámi kolbász variáció, ezt éppen Husi, találóan csak egy Husi nevű szakácsot tudtam felvenni, mert hogy Husi ezt éppen készíti, tehát marinált zöldségek, japán uborka, csirkemájpaté, koriander, ilyen dolgok vannak a kolbászra ráépítve, de a Husi ide is adja. Itt a kolbász, és akkor a kolbászt lehet enni igazából így, ezekkel a stílókkal. Na és ebből van egy 6 féle stílus jelen pillanatban. A maguk a stílusok azok adottak teljes mértékben. A kolbászokat lehet összeválogatni, akár egyébként frankfurti virsút is lehet hozzáválasztani. Nekem az egyik nagy kedvencem, mert egy házi frankfurti virsről beszélünk. Egyáltalán nem veszem fel. Egyáltalán nem, tehát házi frankfurti virsiről beszélünk, nem egy ilyen boltiról, tehát ez tényleg egy manufaktúrában készül. Akár virsivel, sertéskolbásszal, marha kolbásszal, sajnos a vega elfogyott, úgyhogy ott nem adhatunk permanensen, de a kiskusomban azért még se legyen vega étel. Úgyhogy ezen kívül egyébként vannak olyan kolbászok is, amiket messzelenül, tehát nem ilyen feltétel lehet enni, de egyébként pedig azt csinálnak itt a vendégek, hogy gyakorlatilag amit csak akarnak, rabolják le a nekik tetsző kolbászokat, a nekik tetsző feltétel vagy szószal.